Gyönyörű tájak, friss hegyi levegő. A téli sportok kedvelői néhány helyszínen hazánkban is hódolhatnak hobbijuknak, de leginkább Szlovákiába, Ausztriába és Olaszországba utaznak a hideg hónapokban. A síparadicsomok a kikapcsolódás és sportolás mellett számos veszélyt is jelentenek. A síelők jóval óvatosabbak, mint az átlagos utazók, sokkal nagyobb arányban kötnek biztosítást, azonban sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy egy-egy biztosítás milyen költségeket fedez, vagy hogy egyáltalán milyen lehetőségeket kínálnak a biztosítók. Többek között erről is beszélt Pavlovics Gergely túravezető 35 perc című műsorunkban. A sport, ahogy említettem, kiemelt kockázattal jár, és ehhez dolgozták ki azokat a dolgokat. A hegyről való mentést, hogy benne legyen, a hazaszállítást esetlegesen, ha meg kell oldani, ha sérül ruházat, sportfelszerelés, minden olyan dolog benne foglaltatik. A felelősségbiztosítás, hogyha esetleg nem nekem jön valaki, hanem én okozok kárt másnak, ennek is vannak szabályzatai, és erre van kimondottan kidolgozok ezek a simix biztosítások, ami úgy érzem, hogy befedez egy ilyen egyhetes túrát. Csak egy helikopteres mentés Ausztriában például 1,5 millió forint. Ez még csak annyit takar, hogy leszállítanak valakit a hegyről, kórházi kezelés még nincs benne. Olaszországban például a síbérlet árában benne van az is, hogy leszállítják a sérültet a hegyről, majd a hegy lábától él az utas saját biztosítása. Egy baleset során a kórházi számla is hatalmas összeg lehet. Egy műtét után akár 4000 eurós csekket is kaphat a sérült. Ezeket a kiadásokat azonban fedezheti egy jól kiválasztott biztosítás. Ennek a síbiztosításnak is 3 fokozata van. Az alap, a símix, és illetve az extra szolgáltatások, 3 mérvű. Magától értetődően a legmagasabb nyújtja a legnagyobb szolgáltatást. Ez lehet személyenként egy hétre 4000 forinttól 7-8000 forintig. Hát ezt gondolom, amit nyújtani tud. Igen. Kinek melyiket érdemes választani? Hát én úgy szoktam a síelőinket kérni, hogyha nem velem kötnek, hogy azért egy jó középmérvű biztosítást kössenek. Vannak kiegészítő kötési lehetőségek is, ilyen például az elektronikai felszerelés, mint például a laptop vagy a fényképező biztosítása. De ha az autó nem bírja a hideget és meghibásodik, egy extra szolgáltatásnak köszönhetően ezt is fedezheti a biztosítótársaság. Bár néhány pohár forralt bor felmelegítheti a síelőket a hidegben, mégsem érdemes kockáztatni. Ittas baleset okozóknak ugyanis nem fizet a biztosító.